Március 21-e a faji megkülönböztetés elleni küzdelem világnapja. Erről kérdeztük Dobos Jánost, az Állampolgári Bizottság, az Emberi Jogokért Alapítvány elnökét. Március 21-e a faji megkülönböztetés elleni küzdelem világnapja. Ennek apropóján vendégünk a mai napon az Állampolgári Bizottság, az Emberi Jogokért Alapítvány elnöke, Dobos János. Köszöntöm Önt! Először is beszéljünk egy kicsit erről az alapítványról, mivel is foglalkozik és mióta is működik. Az alapítványunk egy nemzetközi emberi jogi szervezetnek a magyarországi csoportja, és azzal foglalkozunk nemzetközileg és így Magyarországon is, hogy azoknak az embereknek nyújtsunk segítséget, akik a pszichiátrián szenvedtek valamilyen emberjogi sérelmet, vagy visszásságot, vagy megalázó bánásmódot. Tehát magyarán, akik megkeresnek minket egy ilyesfajta sérelemmel, azoknak mi fenntartunk egy ingyenes jogsegélyszolgálatot, amin keresztül mi igyekszünk alapvetően jogi segítséget nyújtani. Tehát ha valakivel ilyen sérelem történt, akkor egy jogi kompenzációt igyekszünk neki kiharcolni az őt élt sérelemért. Ugye március 21 a faji megkülönböztetés elleni küzdelem nemzetközi világnapja. Mit is tudhatunk erről a világnapról? Hát azt hiszem, hogy ez a világnap ma éppen olyan aktuális, mint volt akár évtizedekkel ezelőtt, hiszen még ma is a világ sok pontján tapasztalhatunk ugye faji alapon történő megkülönböztetéssel. Kérdéses lehet az, hogy ez az alapítványunk munkájához hogyan kapcsolódik, hiszen mi a pszichiátriai jogsértésekkel veszük fel ugye a kapcsolatot, de mégis van egy érdekes átfedés e között, hiszen ugye Magyarországon mi 25 éve foglalkozunk, több mint 25 éve ezzel a fajta jogvédelemmel, és ennyi idő alatt az ember óhatatlanul is belelát a rendszernek a működésébe, és látjuk azt, hogy a magyarországi pszichiátriákon, vagy általában ezen a területen hogyan mennek a dolgok. Ráadásul a nemzetközi központunk, akik már több mint 50 éve működnek, ők elég alaposan kutatják ezt a területet, és nagyon sok olyan információ került napvilágra, konkrétan a pszichiátria vagy a pszichiátriákhoz kapcsolódó visszaélések témájában, ami bizony kapcsolódik ehhez a faji megkülönböztetés témájához. Ha kicsit konkrétabbat akarunk nézni, akkor gyakorlatilag arról van szó, hogy amikor elkezdtek a társadalomban komolyabban teret nyerni azok a gondolatok, hogy fajilag embereket meg kell különböztetni, vagy hogy vannak olyan emberek, akik genetikailag jobbak, mint mások. Ez nagyjából, bár noha ez a fajta megkülönböztetés nyilván visszanyúlik a történelemben elég messzire, de mégiscsak a 19. század végén, 20. század elején kezdett ez az egész dolog sokkal komolyabban teret nyerni, és az a furcsa, az az érdekesség ebben, hogy ennek az ideológiának az előmozdítói bizony nem kis mértékben pszichológusok, pszichiáterek voltak, akik felkarolták ezeket a fajta nézeteket. A 19. század végén Francis Galton, angol pszichológus volt az, aki megalkotta az eugenika szót, ami ugye azt jelenti, hogy a jó gének, tehát tulajdonképpen ez annak volt az elképzelése, a filozófiája vagy áltudománya, hogy vannak emberek, akiket a génjeik alapján kell engedni tovább szaporodni, míg azokat, akiknek a génjei nem felelnek meg, azokat nem szabad engedni szaporodni. Nyilvánvalóan ez alapvetően egy megkülönböztetésnek engedett teret nagyon hamar, és aztán ez a fajta gondolkodásmód a Németországban nyert komolyabb teret a 20. századnak az elején. Ugye az, hogy a holokauszt kapcsán hogyan alakult ez, és hogy ott milyen fajta megkülönböztetésbe torkollott ugye az egész háború, meg az azt megelőző időszak, azt mindannyian tudjuk, és hogy mennyi ember életébe került ez a fajta megközelítés. De azt kevesebben tudják, hogy ez az ideológia, ez nem a náci Németországhoz kötődik, és nem azokban az időkben jött létre, hanem sokkal korábban. Valójában már 1905-ben megalakult Németországban pszichiátriai vezetéssel a Német Fajhigiénés Társaság, amely kifejezetten azt tűzte zászlajára, hogy elősegítse azt, hogy a tiszta vérű nép szaporodhasson csak tovább, és akiket ők azt gondolták, hogy nem tiszta vérűek, azoknak pedig megakadályozzák a létét is. Ez 1905-ben volt, tehát vegyük észre, hogy nemhogy a második világháború, de még az első világháború sem történt meg, amikor ez a dolog elkezdett teret nyerni. Pszichiáterek voltak azok, akik ezt az ideológiát széles körben tanították, terjesztették Németországban, és mivel akkoriban Németország egy fontos képzési központ volt, a világ minden tájáról jöttek emberek, hogy tanulják ezt az eugenika nevű tárgyat, illetve az ehhez kapcsolódó ideológiákat, és így aztán nagyon hamar az egész világon teret nyert az az elképzelés, hogy hát szelektálni kell az embereket. Amikor a náci Németország kezdett kialakulni, akkor már oly mértékben
elterjedtek voltak ezek az elképzelések, hogy már ugye elkezdték szervezni azt is, hogy hogyan gátolják meg a nem kívánatos embereknek a szaporodását a társadalomban, és megint csak pszichiáterek voltak azok, akik ebben élen jártak. Nagyon furcsa a vonatkozása a dolognak, hogy például a németországi pszichiátereknek azt hiszem 40%-a, de lehet, hogy több, már belépett az SS-be még a II. Világháború előtt, és ez nem azért volt, mert kényszerítették őket, hanem mert annyira közel állt az ő ideológiájuk ahhoz, amit a nácik képviseltek ezen a vonalon. Így tehát van egy nagyon furcsa ilyen pszichiátriai kötődés ebben, ugye emiatt került a mi fókuszunkba is ez a téma, illetve az egész kérdés, és a nemzetközi központunk, ahogy említettem, nagyon komolyan foglalkozott ezzel, ők készítettek dokumentumfilmeket is ebben a témában, sőt a németországi tagszervezetünk egy nagyon-nagyon alapos kutatómunkát végzett még a 90-es években, ami egész odáig elment, hogy név szerint minden egyes olyan embert napvilágra hoztak, aki részt vett ilyen vagy olyan módon abban a fajta faji megkülönböztetési hullámban, ami aztán ugye a II. Világháborúban a holokauszba torkollott, és ezek között nagyon-nagyon nagy számban voltak pszichiáterek, akik ténylegesen kiötlői, sőt végrehajtói voltak mindazoknak a borzalmaknak, amiknek aztán tanúi voltunk. Az alapítványhoz mik azok a problémák, amikkel a leginkább fordulnak? Vannak nagyon jellegzetes dolgok, amikkel megkeresnek minket a pszichiátriákon történő jogsértések kapcsán. Az egyik leggyakoribb dolog, amivel minket megkeresnek, azok talán a kényszer intézkedésekkel kapcsolatos panaszok. Tehát amikor valakit kényszerrel visznek be a pszichiátriára, vagy ott kényszerrel kezdik el kezelni. Most ez egy elég összetett kérdés, és ugye ha valaki azt gondolná, hogy ma már kényszerrel senkit nem visznek a pszichiátriára, azt kell mondjam, hogy de igen, olyannyira, hogy az egészségügyi törvény is szabályozza azt, hogy ez hogyan kell, hogy történjen. Tehát ez egy nagyon is létező dolog. És annak ellenére, hogy elvileg valakit csak akkor lehetne megfosztani a személyes szabadságától és a pszichiátriára zárni, kizárólag akkor, hogyha az illető közvetlenül és súlyosan ön vagy közveszélyes. Ennek ellenére nagyon sok olyan eseten dolgoztunk az elmúlt 2,5 évtizedben, amikor valaki teljesen jogtalanul került be ilyen alapon a pszichiátriára, egyszerűen csak azért, mert volt mondjuk egy rossz akarója, aki szerzett egy pszichiátriai beutalót, és mondjuk családi vita volt, vagy gyerekelhelyezési vita, vagy örökösödési vita, vagy hasonló dolog, amiben az egyik fél előnyre tett szert azáltal, hogy a másik fel bevitték a pszichiátriára, onnantól kezdve neki mentális kortörténete volt. Nagyon sok ilyen embernek a jogaiért harcoltunk, és manapság is még egy nagyon komoly, és az egyik leggyakoribb probléma, amivel mi foglalkozunk a munkánk során. De gyakran találkozunk azzal is, hogy megkeresnek minket olyannal, hogy a kezeléstől rosszabb állapotba került, túlgyógyszerezték, maradandó károsodást szenvedett, vagy akár csak olyan dolgok, hogy méltatlanul bántak vele, kikötözték a pszichiátrián, megalázóan bántak vele. Ilyen dolgok egyébként máshol is fölmerülnek, hiszen az ombudsman, az alapvető jogok biztosa is számos alkalommal végzett már olyan vizsgálatot, ami ezt célozta, és tárta fel azt, hogy bizony ezek nagyon is meglévő problémák. Dolgoztunk több esetben szexuális visszaéléseken, nemi erőszakos ügyeken, illetve haláleseteken nem egyszer, amikor valaki bekerült a pszichiátriára, hogy ott gyógykezeljék, és meghalt az illető. Szóval viszonylag széles a paletta, és elég sokfélével keresnek meg minket. Aki például itt Kisteleken vagy a járásban ilyen problémákat tapasztal, vagy észlel a környezetében, az hogyan is találja meg ezt az alapítványt, és hogyan veheti fel a kapcsolatot önökkel? Országos hatáskörben dolgozunk, tehát az országból bárhonnan keresnek meg minket, szívesen segítünk, és ténylegesen az elmúlt 25 évben mindenhonnan az ország összes megyéjéből kerestek minket ilyen jellegű problémákkal. Ha valaki úgy érzi, hogy őt sérelem érte a pszichiátrián, vagy olyasfajta jogi hátrány, amire megoldást keres, akkor felkeresheti az alapítványunkat. A legegyszerűbb talán, hogyha elmondom a weboldal címünket, hiszen azon fönt van minden információ, www.emberijogok.hu a weboldalunknak a címe, és ezen az elérhetőségeken kívül megtalálható nagyon sok információs anyag, kiadványok, filmek, dokumentumok, amik mind kapcsolódnak ehhez a témához, és amiben az ember egy kicsit jobban képbe tud kerülni, hogyha arra van szüksége, akár abban, hogy megtudja, hogy milyen jogai vannak, akár egyszerűen csak szeretné megtudni, hogy milyen jellegű dolgokat tártunk fel az elmúlt években, és mind dolgoztunk. A Kisteleki Művészeti Iskola gitártanszakának növendékeit tekinthetik meg a következőkben. Sok szeretettel köszöntök mindenkin ezen a rendhagyó fél évi vizsgánkon, és akkor meg is kezdenénk. Vizsgát első fellépőnk,
olasz család lesz, aki következő darabokat játsza. Abide with me, Drunken Sailor, és már egy több ujjas pengetés, még azt mondják, nem élik. Lesz a következő fellépőnk. Először néhány kottolvasási gyakorlatot fog bemutatni váltott pengetéssel, majd a következő megismerni a konás, szintén váltott pengetéssel, Au clair de la lune, ez egy francia dal, és még azt mondják, nem illik több szóló pengetéssel.
Szanianna következik. Hát az első etűdök, amiket játszani fog. Carcassi C-dur andantino és Károli G-dur keringő. Következik Aguado Amor etűd és Capaldi Samba Nyilla című darabjait fog játszani. Thank you.
A kialakult helyzetre való tekintettel felidézzük az elmúlt évek városi húsvétjait. Boldog ünnepeket, mindenfével jóval áldok meg titeket. Az öreg nagyapám így köszöntőt hagyott. Örvendjetek vígan, Jézus feltámadott. Örömeszti néktek, én nékem és másnak, de én is örülök a hímes tojásnak. Hagyjatok hát nékem néhány kilós tojást, majd menjek vígan az utamon tovább. Rózsa-rózsa, szép virágszál, szálló szélben hajlazott rád. Hajjunk, hajjunk, beszélj el, és se nem ittam, se nem
vettem. Karisztja húzza a vállam, térdig fokod már a lábam. Bejártam a félvilágot, láttam sok-sok szép világot. De a legszebbre most találtam, hagyja, hogy összeveli vállam. Szabad el a sorban. Szabad! Elérkezett a üvegen rózsakézzel van tele. Megöntözök minden rózsakézzel, de kellemes húsvét ünnepeket kívánok. Szabad el! Szabad! Kistelki Szent István királyi templomot mutatja be Harmat József hitoktató. A bemutató második részét tekinthetik meg a következőkben. Kistelek templom előtt állunk. Kistelek temploma 1832-ben készült el. Ez a templom már nem az első templom a Kisteleknek. Ahol most vagyunk, egy gyönyörűséges, magas tornyú, 36 méter magas templom előtt vagyunk. A templom a város közepén található, nem véletlenül egy kereszteződésben. Az ide érkező emberek, amikor vallásukat szerették volna gyakorolni, akkor jól tudták, hogy annak az életük középpontjába kell, hogy kerüljön, így került a térben is a középpontba. Sok-sok faluban, városban éppen ezért a templomot a középpontjában találjuk a településnek. Ugye kint zajlik az élet, éljük a mindennapi életünket, rohanunk, ugye sokszor halljuk, hogy rohanó világot élünk, autók mennek, dübörögnek, kamionok, buszok, motorosok, biciklisek, és úgy megyünk el sokszor a templom mellett, hogy nem is veszünk róla tudomást, mert más van a gondolatunkban, más van az életünkben. De aki egyszer itt megáll, és a kapu előtt rágondol arra, hogy hova szeretne belépni, akkor nagyon gyorsan rátalál arra az érzésre, hogy egy más világ nyílik ki ezen az ajtón. Az a világ, ami nem múlandó, ami nem tűnik tova, hanem ott bent azt az érzést találjuk meg, amire minden ember vágyik, hogy örök pillanatot éljen meg, olyan boldogságot, olyan nyugalmat, olyan szeretetet, amit itt kint nem találunk meg. Ezért most ugye figyelmeztet bennünket sokszor, most is halljuk a templomnak a harangját, ugye az élete az embernek
a templommal kezdődik, mikor megkeresztelik és elhozzák kisgyerekként, és itt fejeződik be, amikor temetésekor megszólalnak a harangok, és búcsúznak az élettől. A harang a templom toronyban nem egyedül lakik. Ők is szeretnek közösségben lenni. Négy harang van Kistelek templomának tornyában. Ez a négy harang, az első a Szent István harang, templomunk védőszentjének tiszteletére szentelve. A második Szent Péter és Pál apostol harangok, templomunk második harangja, Kistelek első templomának a védőszentjeinek a tiszteletére szentelve. A harmadik harang, a Szent Flórián harang, ugye Szent Flórián a tűzoltók védőszentje, ugye régen a toronyból mindig volt fönt egy ember, és figyelte, hogy merre van tűz, és kérték Szent Flóriánt, hogy védje meg az embereket a tűzvésztől, és a negyedik harang pedig Szent Imre harang, az ifjúság védőszentjének a harangja, aki a jövőt jelképezi, hogy a harang a jövő nemzedékéért is szól mindig. A harangok most négyen vannak, de itt is történtek változások. Az első világháborúban elvitték a legnagyobb Szent István harangot ágyú öntésre, de szerencsére tudták pótolni, úgyhogy amikor megszólal a négy harang, és hirdetik a szentmisét, hogy jöjjenek a hívek, ez szentmise előtt egy órával, fél órával, és a szentmisére való beharangozáskor is megszólalnak, akkor mind a négy elhallatszik a városunk legmagasabb és a legtávolibb pontjaira is, tehát mindenki hallja a harangszót, hogy a templomban Jézus hív bennünket és vár a szeretet oltárához. Most lépjünk be együtt a templomba. Templomunk előcsarnokában vagyunk. Ugye mondtam, hogy három részben áll a templom. Az előcsarnokig régen azok az emberek jöhettek be, akik még nem voltak megkeresztelkedve, csak érdeklődtek a hit iránt, vagyis a megtérés útjára szerettek volna lépni, vagyis még bűnben éltek, de a bűnüket még nem tudták elhagyni, de készültek rá, hogy valami igazat találjanak az életükben, és még közelebb kerüljenek Istenhez, és ez nagyon jól kifejezi a templom térbeli formája, hogy még itt állunk, távol vagyunk. Ha bemegyünk a hajóba és beülünk, akkor már azt valljuk meg ezáltal, hogy meg szeretném változtatni az életemet, szeretnék menekülni a hiávalóságoktól, az örök életre vágyom, Isten tanítása szerint akarok élni, és bizony, aki a szentélybe belép, mert régen ugye ott volt a keresztelő kút is, és az azt jelenti, hogy már akkor a beavatottak közé tartozok, és bátran ott vagyok Jézus mellett, ő az én Uram, aki az örök élet felé irányítja életemet. Kezdetben, ugye Jézus idejében mondtam, nem volt még minden közösségnek temploma, sőt, ugye a rómaiak üldözték is, hogy gyakorolják nyilvánosan a vallást, ezért nemhogy előcsarnokig, hanem katakombákba tartották az első szentmiséket, vagyis föld alatti temetkezési helyeken bújtak el a keresztények, az első keresztények, és az őskeresztények ott összegyűlve egy kő sír fölött miséztek tulajdonképpen, ismételték meg az utolsó vacsora szavait, és ezekben a katakombáknak a rejtekében ez oltárt úgymond körülállva tartották meg az első szentmiséket. Ma már szabadon gyakorolhatjuk a vallásunkat, ma már nincs olyan, hogy csak eddig jöhetek be, aki érdeklődik a vallása iránt, illetve szeretné életét megváltoztatni, és Jézus szeretete szerint szeretne élni, az nyugodtan beléphet a templomba, sőt, odállhat az oltárhoz, és akár minisztrálhat is már gyerekként, mert volt az egyik pápa, 11. Pius pápa, aki nagyon szeretett volna gyerekként közel kerülni már az oltárhoz, és ő megfogadta, hogy ha egyszer pápa lesz, és lám így lett, akkor ő hoz egy rendeletet, hogy a templomokba a gyerekek is beléphessenek, és közel kerülhessenek az oltárhoz, és minisztrálhassanak, sőt, gyerekkorukban lehessenek megkeresztelni, és első áldozóvá válni, neki köszönhetjük ezt. És ma így épül föl a templom, de az építészetben megmaradt az előcsarnoknak az a szerepe, hogyha belépek, akkor ha becsukom magam mögött a külvilág ajtaját,
akkor érzem, hogy egy olyan helyre léptem be, ahol nem vagyok egyedül, mert az örök mécses az engem már hív és mutatja, hogy Jézus ott van, figyel rám, hall engemet, és ebben a csöndben, hogyha egyedül lépek be a templomba, akkor is ketten vagyunk vele. Az előcsarnokban jobb és bal oldalon találunk olyan kis szentelt víz tartókat, amik figyelmeztetnek bennünket, hogy ember, te már Isten gyermeke vagy, a keresztség szentségében, amikor is megkeresztelkedtél, azt kérted az Istentől, hogy vigyázzon az életedre, és ezt, amikor belépek a templomba, akkor meg is vallom azáltal, hogy egy keresztény ember, hogyha belép egy templomba, bárhol is, mindenütt megtalálja a szentelt vizet, belemártva a kezét, azzal Jézus fele fordulva keresztet vett, mint egy jelként kifejezve, hogy én már Isten gyermekeként vagyok jelen ebben a templomban. Aki nincs megkeresztelve, az nyilván nem teszi még ezt, mert nem is tudja, hiszen ezt a jelt csak azt tudja, aki hittanuló volt és megtanulta. Így az Isten számára nyilvánvalóvá válik, hogy kiérkezett meg a templomba. Úgymond köszöntés ez. Bár igazán a köszöntés a kapun kívül zajlik, különösen a férfiak számára, hiszen a sapkánkat, kalapunkat levéve így lépünk be nem csak az Isten házába, hanem ugye az európai kultúra bármilyen intézményébe. De kifejezetten ez annyira érdekes számomra, amikor megyek itt a templom előtt el, még időseket látva, most is tapasztalom, hogy idős bácsik, akik itt mennek el a templom előtt, azok a kalapjukat megemelik még akkor is, ha nem jönnek be a templomba, mutatván, hogy tudom Jézus, hogy itt vagy, és tisztellek téged, így fejezik ki Jézus iránti tiszteletüket. Az előcsarnokban két oldalon találunk két-két szobrot, mégpedig emberméretű szobrot. Az egyik Szűz Mária szobra, hiszen minden templomban Jézus édesanyjának helye van, és ez a szobor Olaszországból érkezett, fehér kárarai márványból van, mégpedig Papp Pál és családjának az adománya, és ott is van az alján, hogy 2010-ben kaptuk ezt a szobrot, és akkor lett kialakítva ez a kis rész ebben az előcsarnokban, hogy aki belép a templomba, Máriára emlékezve le tudjon borulni, és tudjon imádkozni az egyház édesanyjához, Máriához. Mária különösen fontos a magyarok számára, hiszen Szent István király volt az, aki utód nélkül lévén Magyarországot halála előtt felajánlotta égi édesanyánknak, Máriának az oltalmába, hogy legyen Magyarországnak a pátrónája. A másik szobor pedig Szent Antalnak a szobra, aki a 13. században élt, és látjuk, hogy barna ruhát visel. Ez a ferences szerzetes rendnek a ruhája, és nem véletlenül, hiszen nagyon gazdag családban született, de még gyermekként vonzotta az, hogy másként élte az életét, mint az akkori gyerekek, tehát nagyon sokat olvasott, és nem a játszadozó gyerekek között találták meg, hanem egy fa alatt, könyveket olvasva. Nagyon szerette a szentek életét, és akkor elhatározta, hogy ő is a szentek nyomába lép, és lám-lám, ahogy ezt elhatározta, annyira megvalósult, hogy ő személyesen Assisi Szent Ferenccel, a világ egyik legnagyobb akkori szentjével élőben megismerkedik, és Ferenc életét követve ő maga is a ferences szerzetes rendek lesz a tagja. Ő a szegények védőszentjeként tiszteljük, mert nagyon segítette a szegényeket. Az ő jelképei a karján ülő kis Jézus, éppen azért, mert Jézusnak a szolgája lett, ahogy a ferencesek is ugye ezt vallják, Jézus szolgálni, és a fehér lilium, ami még szokott a kezében lenni, mert a lilium, ugye a fehér lilium az a tisztaságnak a jelképe, és ezzel azt akarják kifejezni a ferencesek, hogy ők teljes lelki-testi tisztaságban Istennek élik az életüket. Úgyhogy ez a két szobor fogad itt bennünket, nagyon sokan megfordulnak itt reggeltől estig a templomban, akik leborulnak,
Szent Antal elé és Mária elé, és itt láthatjuk, hogy vannak elhelyezhető persei adományok. Szent Antal, ugye ahogy mondtam, a szegények védőszentje, ezen persei adományok, amik itt gyülekeznek össze, amit az emberek itt bedobnak a persejbe, az a szegényeknek a megsegítésére kerül, vagyis azok az emberek, akik valamilyen oknál fogva nehéz helyzetbe kerülnek, és megkeresik a plébánost, például most is volt, aki télen nem tudott fát venni, tüzelőt venni, akkor ebből a persei adományból megvalósul, vagy hogyha valakinek nincs már pénze valamilyen oknál fogva élelemre, akkor azt is ebből segítjük meg. Tehát itt az előcsarnokban ez a két szobor, az imádság a meghallgatásra találva, az egyház segítése által van elhelyezve. Most beléptünk a templom hajójába az előcsarnokból, ahol is a hívek foglalnak helyet a szentmisén, és mellettük ott állnak a szentek szobrai. Akkor tudunk innen tovább lépni, hogyha a szentekhez akarunk hasonlítani. A szentek, ahogy mondja a Szentírás, azok, akik már nem a földi élet hívságait keresték, hanem Istennek lefoglalt életüket bűn nélkül élték. Ehhez itt van két oldalt is, egy-egy gyontató szék, ahol a bűneinktől tudunk megszabadulni a Jézus által alapított Szent Gyónás bűnbocsánat szentségében. Ha ezt megtettük, akkor már felszabadult, tiszta lélekkel léphetünk be a templom hajójába valóban, és ülhetünk le, úgymond a szentek közé, akik itt várnak bennünket. A Szent István király plébánia templom kisteleken, ahol most vagyunk, az nem az első temploma volt Kistelek városának, sőt, kezdetben itt sem volt templom. Egy 1420-as oklevél említi először Kisteleket a középkorban, mint egyházas települést, tehát valószínűleg, hogy vallásgyakorló emberek éltek itt akkor is. Aztán jött a török dúlás az országban, elnéptelenedett ez a vidék, és Mária Terézia 1776-ban úgy döntött, hogy benépesíti az elhagyott területeket, és 100 családot ide telepít Szegedről, illetve Félegyházáról. Mind, akik idejöttek, a 100 család római katolikusok voltak. Szerették volna eddigi vallásukat itt tovább gyakorolni, mivel nem volt templom, sőt plébánia épület sem, ezért Krisovics Imre csanádi püspökhöz fordultak, és kérték, hogy létesítsen itt Kisteleken egy plébániát. Krisovics Imre püspök eljön Szegedre, hiszen akkor az egyházmegye székhelye az Csanádon volt, és nem pedig Szegeden, és a Szeged várossal megegyezik, hogy egy plébánost ide kiküld, és lesz itt egy plébánia Kisteleken, építsenek egy épületet, ahol elkezdődhet a híveknek az összegyűjtése, összeírása, és gyakorolhatják a vallásukat. Kezdetben ez a plébánia épület szolgál templomul, a plébánosnak a szobája, az ő íróasztala volt az oltár, minden vasárnap leterítették egy fehér terítővel, és a plébános ezen mutatta be a szentmiséket, de aztán már olyan sokan lettek itt a vidéken vallásgyakorlók, hogy már ez nem volt elég, és 1780-ban, ugye 4 éven át zajlott ez, hogy a plébánosnak a szobájában voltak a szentmisék, és kinőtte a közösség ezt, és ezért 1780-ban Holló Imre piarista atya, aki Szeged városához fordul újra, és kéri, hogy segítsék itt ezt a kisteleki térséget, és épülhessen itt egy templom. Ennek köszönhetően 1781-ben elkezd épülni egy templom. Nem ez a templom volt az, hanem egy sokkal kisebb méretű, mindössze 4 méter magas, 10 méter széles és 23 méter hosszú templomocska volt, fehér vályokból épült, fehér emeszelt falakkal, kis fatoronnyal, és ebben gyakorolták a hívek a vallásukat.
Majd a Historia Domus említéseképpen a plébánián megtaláljuk azt, hogy egy villámcsapás érte ezt a templomot, hiszen a tornya fából volt, és ez a templom leégett. Utána következik egy olyan kérés, hogy ne maradjon megint templom nélkül a közösség, megint Szegedhez fordulnak, és Szeged megint biztosítja Kisteleket, hogy segítik a templom építésben, és egy új templomot kezdenek építeni, és 1832-re készül el ez a templom, aminek a felszentelési, illetve az alapkövének mondják minden templomban a kiírt dátumot. Ez a kő itt a hajó bejáratánál, az orgona karzata alatt található, ami megörökítve, hogy 1832-ben felszentelték az új templomot, és akkor tartották az első szentmisét. Igaz, hogy akkor még nem Szent István király tiszteletére, hanem Szent Péter és Pál apostoloknak a tiszteletére szentelték fel. A templomunk a mai napig is áll, ez a templom jóval nagyobb méretű, mint az első templom, szinte a duplája, hiszen 48 méter hosszú, 16 méter széles és 36 méter magas a toronnyal együtt. 2000 fő befogadására alkalmas ez a templom. Ahogy mondtam már az első említésekor is, klasszicista stílusban épült a külseje, a belső oltárok pedig késő barokk stílusban épültek. Mind-mind a templomban, ami van, belső berendezés, oltárok, üvegablak és keresztút, szobrok, a hívek adományából készültek el és kerültek a templomba, ami nagyon nagy szó, hiszen akkoriban azért elég nagy mértékű volt a szegénység, de az emberek annyira szerették az Istent, hogy áldoztak is rá, és ennek köszönhetően szép templomot hoztak létre itt Kisteleken.